Nagyon nagy szeretet és tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Sportműsorunk elején már is egy olyan szituációval kezdjük, amelyet Gölcs Attila játékvezető jogosan ítélt büntetőt az Új Szent Iván csapatának. Az ítélet végrehajtó Terhes Timi óriás erővel bombázta be a labdát a szexárdai kapujába, és ezzel vezetnek 1-0 arányban. Pedig Horváth György tanítványai nem azért utaztak el olyan messziről, szexárdról, hogy már az első meccsükön vereséget szenvedjenek. No kérem, mai adásunkban 54 percben összefoglalót láthatnak 2016. január 24-én a Felcsúti Sportcsarnokban megrendezett Bicske Kupa 2016 elnevezésű női teremlabdarúgó tornáról. 6 csapat részvételével került megrendezésre a női labdarúgó torna. Mivel Ajka visszalépett az utolsó napokban, így a Felcsúti csapat 2 együttessel lépett a tornán föl. Tehát Felcsút 1, Felcsút 2, Szekszárd U17 évesek csapata, Új Szent Iván, valamint a Tárnok és a Bicskei TC női labdarúgó csapat részvételével zajlott a Bicske Kupa 2016 elnevezésű teremlabdarúgó torna. Már az első mérkőzésen a sorsás úgy hozta össze, hogy a Felcsút 1, Felcsút 2-vel játszott, amelyen a Felcsút 2 Forgács, Vörös, illetve Vince találatával 2-1 arányú Felcsút 2 siker született. Itt pedig megvan a Lovász Viktória jóvoltából a szexárdiak egyenlítő találata. Nagyszerű mozdulat, faképnél hagy az egész védelmet, Viki és nagy gólt ragaszt az ellenfél kapujával. Itt egy újabb Lovász villanás után megvan a szexárdiak vezető gólja. Lovász Viktória jobban kilövő a hosszú sarkot, és ezzel a góllal egy percre az első gólja után meglőtte a második találatot is, és ezzel vezet a Szekszárd együttese 2-1-re. A két csapat az alábbi összeállításban harcolt a kupa megnyerését. Új Szent Iván együttese Német Valentina, Molnár Barbara, Pap Bella, Kis Beatrix, Terhes Tímér, Terhes Tamara, Tóth Noémi, Zádori Petra, Horváth Anita és Ferenci Zsófia, a csapat edzője Tóth Gábor. A Szekszárd együttese Grézita, Horváth Csenge, Marosi Julianna, Lovász Viktória, Sós Petra, Marosi Ildikó, Patocskai Rita és Karlovec Éva, a csapat edzője Horváth György. A nap második mérkőzésén tehát Szekszárd 2-1-re győzte az Új Szent Iván, hiszen Lovász Viktória kétszer villant, Terhes Tímel pedig egyszer is így alakult ki a 2-1-es szexádi siker. Itt pedig már a Tárnok Bicskei TC labdarúgó mérkőzés összefoglalóját láthatják a kedves tévénézők. Kék-sárgában a Bicskei csapat tehát házigazdaként lépett pályára, hiszen a Bicskei TC és a Felcsúti Sportegyesület, valamint a Bicske Szabadidő Sportegyesület közös rendezésébe került sor erre a tornára, amelyen itt egy újabb látványos gólt látunk, Apostagi Titti jó voltából, hiszen remegve szabott lövéssel szerzi meg a Bicskeiek vezető gólját. Nagyon szép gól volt, Titti nagyon jó ütemben lőtte kapura és szerzett vezetést a Bicskének. Most még akkor nézzük, hogy milyen összeállításban érkezett Felcsútra a két együttes. Tárnok összeállítása, Győri Renáta kapuban, további játékosok. Gál Henrietta, Nagy Barbara, Horváth Patrícia, Pap Lívia Viola, Varga Gréta, Szőcs Izabella, Mihalic Vanni és Sulai Veronika, a csapat edzője Gál Tibor. A Bicskei Tornaklub összeállítása, Berkec Barbara kapuban, további játékosok, Valencsik Melinda, Nagy Rita, Apostagi Kitti, Gera Mónika, Homonyik Marietta, Leggyib Manuela, Váradi Ágnes, Enyedi Anett és Német Meggyi, a csapat megbízott edzője Sándor László. A tárnokiak nagyon erős csapattal érkeztek ide erre a tornára, hiszen nem titkolt szándékuk, hogy dobogón szeretnének végezni, és ennek érdekében itt már az első mérkőzésen is mindent megtesznek azért, hogy megfordítsák a mérkőzést, amelyen a kék-sárgába játszó Bicskeiek vezetnek, és most jelenleg támadnak, de ez a lövés jócskán mellé szállt. Tehát összességében el kell mondanom, hogy itt is egy bravúros védés Berkez Barbara részéről. Tehát el kell mondanom azt, hogy többet támadtak a tárnokiak, de nem sikerült nekik az egyenlítés. Mindent megtettek ugyan azért, hogy gólt szerezzenek, de ezen a mérkőzésen
nem akart bejönni, a gól nem akart összeni semmi részükre. Itt is, ott is adódtak helyzetek, mint már mondottam, de gól már nem született a hátralévő időszakban, a Bicske kőzéssel sem védekeztek. És itt már egy újabb mérkőzés szemtanúi vagyunk, hiszen fehérben a Felcsút 1, tiszta kékben pedig a Felcsút 2 játszik egymással. Egy rövid kis összeállításunk maradt, hiszen a technika ördöge megtréfált bennünket, és nem tudtuk venni a gólokat, amelyen, mint már mondottam, a Felcsút 2 csapata győzött 2-1 arányban a Felcsút 1 ellen. Gólokat a Felcsút 2 részéről Forgács és Vörös, Felcsút 1 részéről pedig Vince szerezték, és így alakult ki a 2-1-es végeredmény. A Felcsút 2 összeállítása: Fernández, Radics Nikol, Pima Ágnes, Vicz Lara, Székely Vivien, Pálfi, Zsuzsanna Klára, Forgács Charlotte, Vörös Alexandra, Nagy Réka, Vörös Evelin, a csapat edzője Szabó Lajos. Tehát ez volt a nap első mérkőzése, itt pedig már láthatjuk a fehér, tiszta fehér mezbe játszó Felcsút egy csapatát, valamint az Új Szent Iván női labdarúgó csapatát, hiszen ez a nap negyedik találkozója, az előző mérkőzés az a torna első találkozója volt. A második kör első mérkőzésén mindkettő együttesnek nagyon fontos volt ez a mérkőzés, hiszen az Új Szent Ivániak, mint azt láthatjuk, Szekszártól 2-1-es vereséget szenvedtek, a Felcsút gárdája pedig a Felcsút 2-től szenvedett 2-1-es vereséget. Így tehát mindkét együttes nagyon fontosnak tartotta azt, hogy legyőzze a másikat. Itt a nézők egy csoportját látjuk, amelyben élénken érdeklődnek a mérkőzések iránt. Valamennyi találkozót egyszer 20 percben rendeztek meg. Ezen a mérkőzésen, a mérkőzés elején mindkét csapat egyformán támadott, itt is, ott is adódtak helyzetek. Itt a Felcsútiak nagyot hibáznak, ketten is luftot tudnak, de érkezik Terhes Tíme, aki ballal bevágja a csapatának a vezető találatot. Nagyon nagy gól volt Timinek, ez már a tornán a második találata. Meg is van az eredmény, hiszen 1-0 arányban vezet az Újszent Iván együttese a Felcsút egy csapata ellen. Íme a gólszerző. Én úgy gondolom, hogy a Felcsútiak nem fogják feladni, hiszen amint látjuk, nagyon lelkesen mindkét csapat, sőt nagyon keményen és alciasan vetette, illetve dobta be magát a küzdelmek sorozatába. Mindegyik csapat nagyon sokat tesz azért, hogy újabb gólt szerezzen. Egyelőre a fehérben játszó Felcsútiaknak nem sikerült, de Szabó Lajos tanárő tanítványai mindent megkezdtek azért, hogy minél előbb egyenlítsenek, és íme itt van a gól! Major Mira, a Felcsútiak 4-es számú játékos, a kilógó a hosszú sarkot, kettő védő és a kapus között betalál az Újszent Ivániak kapujába, és ezzel kiegyenlíti a Felcsútiak hátrányát. No kérem, ettől kezdődően biztos, hogy jobb lesz a mérkőzés, hiszen nyílt sisakkal játszott eddig is mindkét együttes, természetesen a gólövőnek kijár a tapsi gratuláció. Itt meg egy újabb nagy ütközet a hatos előtt, de mehet tovább a játék, mondja a mérkőzés játékvezetője. Nem sokkal Major gólja után egy nagy védelmi hiba, hiszen odaajándékozzák a labdát az Újszent Ivániak Vince Boglárkának, aki ballal ki is lőtte a jobb alsó sarkot, és ezzel a találattal perce alatt fordított a Felcsút csapata. Íme Vince Boglárka, a gólszerző örömét láthatjuk. Örülhet is, hiszen remekbe szabott gólt lőtt az Újszent Ivániak kapujában. A mérkőzés utolsó percében járunk, amikor Vas Vivien ballábos lövése jócskán elkerülte az Újszent Ivániak kapuját. Ezzel a Felcsútiak el is lőtték az utolsó puskaporukat, mert bizony jön a Újszent Ivániak támadása, amelynél hősiesen felszabadítanak a Felcsútiak. Jön egy szöglet után a labda, és Tóth Noémi hatalmas gólt ragaszt a Felcsútiak kapujába. Ezzel 2-2 az eredmény, illetve mondhatom most már azt, hogy ez a végeredmény, mert bizony a mérkőzés utolsó percében esett ez az egyenlítő gól. Joggal örülnek az Újszent Ivániak,
hiszen utolsó pillanatban kiegyenlíteni bizony óriási fegyvertény, és ezzel vége az Újszent Iván felcsúlt egy labdarúgó mérkőzésnek, amelyen Vince Boglárka, Major Dominika szerzett a felcsútiaknak egy-egy gólt, Újszent Iván részéről pedig Teres Timi és Tóth Noémi volt eredményes. Mai összeállításunk 5. mérkőzésének az összefoglalóját láthatjuk tiszta kékben a felcsút 2 ellenfele, a Tárnok együttese. Mint az a képsorokból is látható, kemény, majdnem azt kell mondanom, hogy férfias küzdelem folyt a pályán, pedig a nők játsszák ezt a játékot, de nagyon keményen, ugyanakkor sportszerűen játszanak egymás ellen a csapatok. Igen, eseménydús mérkőzésen mindkét csapatnak nagyon fontos volt a győzelem, hiszen a Felcsú 2 egy 2-1-es győzelemmel érkezett ide a Tárnokiak, pedig első mérkőzésüken vereséget szenvedtek a Bicskei Tornaklub csapatától, így tehát mindkettő csapatnak nagyon fontos volt a győzelem. A felcsút kettőnek azért, hogy legyen esélye a dobogóra jutásra, a Tárnoknak pedig azért, hogy szintén dobogóra szeretnének jutni, és ehhez bizony meg kell tenni az első lépést, és ezen a Tárnoknak győzik jelen, de itt van Varga Géta, félfordulatból leadott droplövése, fantasztikus, nehéz elem, amelyet Géta nagyszerűen kivitelez, és itt van a gól, tessék nézni, férfiakat megszégyenítő módon talál be, félfordulattal, droplövéssel veszi be a felcsútiak kapuját. Fantasztikus gól volt Grétától. Hát Gréta már letett egyszer-kétszer névjegyét itt a bicskei rendezvényeken, hiszen a bicskei napokon is több százszor dekázott a dekázó versenyen, és nyerte meg a női dekázó versenyt. Itt pedig egyelőre vezetésre a csapata, és nagy esélyük van arra, hogy megnyerjék ezt a találkozót is. A bekapott gól után a felcsútiak szinte mindent egy lapra tettek, és ebből adódóan ugye fellazult védelmük, és több lehetőség adódott a Tárnoki csapatnak, ebből adódóan itt is ők támadnak, lőnek kapura, de a felcsútiak kapusa Székely Vivian fantasztikus formában véd ezen a találkozón, szinte nem lehet neki gólt venni, tessék nézni, egymás után bravúros védéseket mutat be Vivi. Fantasztikus, hogy mennyire jól véd ezen a találkozón, és ezzel biztos, hogy nagy esélye van arra, hogy a torna legjobb kapusának válasszák majd meg a sorozat végén. Vörös Alexandra szorongatott helyzetben lőtt fölé. Itt pedig Varga Géta játsza magát szabadra, és lövése pedig Jócská fölé száll. De nagyszerűen fedezte Varga Géta labdát, íme Géta, akinek a lövése fölé száll. A Tárnokiak fantasztikusan játszanak. Igaz, hogy vezetnek 1-0-ra, ettől függetlenül sorra vezetik támadásaikat, és kerülnek gólhelyzetbe. Íme Pap elmegy, és a kapus véd. Itt még tudott védeni a kapust. Pap Lévi, annak ellenére, hogy nagyon szép, nagyon ügyesen játszik, teszi be a labdát, Valga Géta van zicserben, Géta ezt is ki tudta hagyni. Hát Géta gólya mellett ezen a mérkőzésen abból jeleskedik, hogy ki tudja hagyni, íme itt is egy ordító nagy helyzet. Tehát ki tudja sorozatba hagyni ezeket az óriási lehetőségeket. Itt pedig Fernández Radics lőtt kapura, de lövése mellészett. Újból Valga Géta félfordulatból leadott lövése gyengére sikerült. A felcsúti kapustól induló támadás után Forgácshoz kerül abba, Forgács bejátsz a középre, oda bal oldalra, Vörös Vivienne-nek, Vivienne egyenlíthetne, de a Tárnoki védők blokkolnak, pósiesen védekeznek, itt pedig amerre állnak, arra rúgják a labdát. Hát igen, ez az, amikor azt lehet mondani, hogy nem szép a játék, de nagyon hasznos, hiszen vezetnek 1-0 arányban. És itt már nagyon a mérkőzés vége felé járunk, mert Görcs Attila játékvezető ebben a pillanatban véget vetett a találkozónak, amelyen a Tárnoki csapat 1-0 arányban győzött Varga Gréta találatával a Felcsút 2 csapat ellen. És itt van az újabb találkozó, a Szekszárd és a Bicske. A Bicskelyek kék-sárga szerelésben játszanak balról jobbra. Itt Valencsik Melinda szabálytalanságát láthattuk. Erre a mérkőzésre mindkét csapat 3-3 ponttal érkezett, és éppen ezért ebből adódóan egy nagyon jó mérkőzés összefoglalóját tekinthetjük meg, hiszen
nagy iram, nagy küzdelem és gyors játék jellemezte ezt a mérkőzést is, amelyen fölváltva estek a helyzetek, itt is, ott is, egyelőre gól nincsen, mert Berkesz Barbara, a Bicskei kapuvédője nagyon jól véd, itt pedig Gera Mónika nem talált el jól a labdát. Tehát, mint már mondottam, nagyon kell a győzelem itt is mind a két csapatnak, hiszen ez adja meg a további mérkőzések alaphangulatát, hogy van-e esélye valamelyik csapatnak a dobogóra jutni, hiszen egy-egy győzelem után nagyon fontos, hogy melyik csapat szerzi meg a második győzelmét. Nagy küzdelem, mint már mondottam, és egy nagyon szép védés Berkesz Barbara részéről újból. Ő is nagyon jól véd ezen a találkozón, csak úgy, mint a felcsút kettő kapusa. Tovább is támadnak a szekszárdiak, a Bicskei pedig hősesen védekeznek. Egy újabb lövés, amely mellé szállt. Felező vonaltól ívelődik be a labda, és Karlovec Éva megelőzi nagy Ritát, aki lábbal akar felszabadítani. Karlovec Éva pedig bedobja magát, és gólt fejjel a szekszárdiak javára. Tehát beveszi a Bicskeje kapuját, és ezzel a góllal vezetnek 3 perccel a mérkőzés befejezése előtt. A legjobbkor lőtték a gólt szinte, mert bizony kevés az idő, és a hátralévő pár percben Bicskének mindent meg kell tenni azért, hogy egyenlítsenek. Meg is próbálják bevenni a szekszárdal kapuját, de ebből adódóan ugye adódott helyzet a szekszárdnak is. Ettől függetlenül itt újabb helyzet Váradi Ági előtt, aki nem találja jól a labdát. Majd jön Apostoli Kitti lövése, amely gyengére sikeredett. És még az utolsó pillanatokban is támadnak a Bicskák, megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy egyenlítsenek, de már nem volt elég idő ahhoz, hogy bevegyék a szekszárdi kapuját, így a szekszárdi csapat 1-0 arányban győzött Karlovec Éva találatával. Na kérem, itt pedig már a tárnok felcsút mérkőzésen vagyunk, amelyen a 7-es számon játszó Nagy Barbara első góljáról sajnos lemaradtunk, de íme újból ő veszélyeztet, viszont nagyon jól véd a felcsúti csapat kapuvédője. Na, amiről lemaradtunk, az most itt van, hiszen Nagy Barbara bemutatta, hogy szorongatott helyzetben is tud gólt lenni, de már szabálytalanság előzte meg, és ezért egy érvénytelen gólt láthattunk részéről, tehát lefoltolt azt, amit nem láthattunk az érvényes góljánál. 0-0-nál a felcsútiak támadnak, Vince Boglárka ütközik a tárnoki a kapusával, Győri Renátával, de nem volt semmi szándék ebben a szabálytalanságban, de a játékvezető sípolt. Újból a felcsútiak jönnek, remek adogatás után Vince Balázs, majd jön a 4-es száma játszó Major Mira, aki maga elé teszi fejjelabdát, és jobban a jobb felső sarokba bombázza a labdát. Fantasztikus mutatvány, remek beszabott gólt láthattunk Major Mirától. Nagyon szép egyéni megoldás, de szép támadás is volt, mondhatnám azt, hiszen 3-an voltak a résztvevői, és íme jöhetnek a gratulációk a 4-es számú felcsúti játékosnak, Major Mirának. Ezzel a góllal tehát egyenlít a tárnok csapata, akik egy kicsit jobban állnak eddig a két mérkőzés után, mivel első mérkőzésen kikaptak, viszont a második találkozóikon nyertek 1-0 arányban, viszont a felcsút gárdája az első mérkőzés után, 2-1-es vereség után egy döntetlennel jött erre a mérkőzésre. Egyelőre 1-1 az állás, amikor támadnak a tárnokiak, Varga Gréta küzdelabdáért visszakerült a labda Sulai, és Sulai lövése pedig jócskán elkerült a felcsúti a kapuját. Újabb harc a labdáért, egy nagy lövés Varga Grétától, amelyet nagyon szépen védett Bajor Dominika. Egy felcsúti támadás után ez a lövés mellé szállt. Tárnoki szabad dugás után Sulai lövése felső kapufáról vágódott vissza, és jön a felcsútiak ellentámadása. Nagyszerűen kerül helyzetbe Jung Nikolett, ütközik a kapussal, a tárnoki a kapusával, Győri Renátával, így a játékvezető szabad rúgást ítélt kifelé veszélyes játék miatt. Szerencsére nem lett semmi baja a tárnoki kapuvédőnek, Győri Renátának. Az egyszer 20 perces mérkőzés utolsó 3 percéhez érkeztünk. Itt két felcsúti játékos zavarja egymást, és a tárnokiak jönnek helyzetbe, de ezt a lövést védte felcsúti a kapuvédője,
felszabadító rugás után Varga Géta kiátsza balra Nagy Barbarának a labdát, aki gólhelyzetben van, és ki is használja ezt a lehetőséget, és beveszi a felcsutia kapuját. Major Dominika már nem tud mit tenni, pedig nagyon jól véd a felcsutia kapuvédője, de Nagy Barbara nagyon okosan bepasszolja a tárnoki csapat második találatát, és ezzel vezetnek a tárnokiak 2-1 arányba. Tehát, mint már mondottam, az utolsó 3 percben vagyunk. Tessék nézni, itt az újabb Nagy Barbara gól, és ezzel már is 3-1 a tárnoki csapat javára. Egy rövid zárlat a felcsutiaknál, és megvan a tárnoki csapat harmadik találata. Nagyon szép támadást láthatunk, hiszen középő Varga Géta kitette a labdát jobbra a Nagy Barbarának, aki egy lövőcsellel elküldte védőjét, majd ballal behelyezett a rövid sarokba, és ezzel tehát 3-1. Éve itt van a negyedik, a kegyelemdöféses gól Varga Géta részéről, aki óriási gólt ragaszt a felcsuti a kapujába, és ezzel beállította a végeredményt, hiszen a hátralévő időszakban már több gól nem esett, 4-1 arányban győzött a tárnok együttese, a felcsút egy ellen gólszerzőt, Nagy Barbara ezen a találkozón 3 gólt szerzett, és Varga Géta az utóbbi találat szerzője, illetve a felcsútiak részéről Major Dominika volt eredményes. Most pedig következik a Bicske Újszent Iván mérkőzés összefoglalója, ez a harmadik kör második mérkőzése. A két együttes eddigi mérlege, a Bicske van 1-0-ás győzelmük és 1-0-ás vereségük, az Újszent Ivániaknak pedig 2-1-es vereség és egy 2-2-es döntetlen. Tehát mindkét csapatnak nagyon fontos, hogy győzön, tehát itt gólra törő játékot kell bemutatni mindkét együttesnek, ahhoz, hogy 3 ponttal növeljék az összpontszámukat. Egyelőre biztonsági játékot láthatunk mindkét csapat részéről, úgy Sándor László csapata, mint Tóth Gábor, az Újszent Iváni csapatvezető együttese részéről. Igaz, most láttunk egy Újszent Iváni kapuravést, amelyet biztosan védett Berkesz Barbara, a Bicske kapuvédője. Itt pedig egy szöglet utáni helyzet, bőle nem lett semmi, itten pedig nagy vita ütközik az Újszent Iváni német Valentinával, de szerencsére németnek nem lett semmi baja, Tóth Gábor szakvezető segíti föl a sérült játékost. A Bicskei csapat legveszélyesebb támadója Váradi Ági lövését védte az Újszent Iváni a kapuvédője, majd Terhes Tamara szabadított föl. Itt is, ott is adottak helyzetek, itt egy szabálytalanságra a Valencsik Melinda részéről, de ezt a szabadrugást nagyon biztosan remekül védi Berkesz Barbara. Tehát röviden összegezném ezt a találkozót is, mert a hátuló védőben már nem esett gól, tehát 0-0-ra végződött. Emellett kevés kidolgozott helyzetet láthattunk, de óriási küzdelmet. Végül is egyik csapat sem tudott gólt szerezni, és így alakult ki a 0-0-as végeredmény. Itt pedig már a következő csapat résztvevői, tiszta kékben a felcsút kettőgárdája, sötét kékben és világos kékben a szekszárdi együttes szerepel. A harmadik kör utolsó mérkőzésén vagyunk, tehát mindkét csapatnak ez a harmadik találkozója. Eddigi két meccsen a szekszárd 2-1-es győzelmet könyvelhet el és 1-0-ás sikert. A felcsút kettőnek a mérlege 2-1-es győzelem és egy 0-1-es, tehát egy vereség. Így tehát papírforma szerint a szekszárdiak az esélyesebbek. Igen ám, itt van felrendez Radics találata, és ezzel a góllal meglepetésre vezetnek a felcsút kettő együttes csapat tagjai. Nagyon nagy az öröm a felcsútiaknál, érthető is, hiszen nagyon szép góllal szereztek vezetést a felcsútiak a szekszárd ellenében, az eddig 100%-osan szereplő szekszárd ellen. Nem sokat várott magára a szekszárdiak válasza, hiszen Marosi Júlia félfordulatból bebombázza a labdát a felcsúti a kapujába. Nagyszerű mozdulat Marosi részéről, félfordulatból bombázza be a labdát. Íme a szekszárdiak öröme. Nagyszerű megoldás volt Marosi Júlianna részéről. Igaz, a védők hibáztak azzal, hogy nem szabadítottak föl hosszan, csak röviden, csak kipattanó labdát Marosi bevágta. Itt pedig a felcsúti a kapu védőnek a bravúrját láthattuk.
Székely Vivien Progurja után jön egy potya gól, hiszen Patocskai Rita íveli be a szögletet, és a felcsúti kapuvédő kezei között becsorog a labda a hálóba, és ezzel a góllal, ezzel a potya góllal vezetnek a szekszárdiak 2-1 arányban. No kérem, nézzük, mi lesz a hátralévő időszakban. Egy óriási lövés és egy óriási gól Karlovec Éva részéről. Fantasztikus nagy gól. Szinte 2 perc alatt végeznek ellenfelével a szekszárdiak, hiszen már is 3-1 Karlovec Éva jó voltából. Ezzel a bombagóllal vezetnek 3-1 arányban a kék, a világos kék és egy kicsi fehér felsőben játszó, fehér lábszára játszó szekszárdiak. Itt még egy nagy bravúr a felcsúti kapuvédőtől, de már a hátralévő időszakban nem esett több gól, így maradt a végeredmény 3-1. Persze ez a végeredmény még változhatott volna, amennyiben itt a mérkőzés utolsó perceiben a szekszárdiak kihasználják a lehetőségeket. De ehhez kellett a felcsúti kapusnak a jó védése, hogy ne legyen több gól, így tehát maradt a 3-1-es szekszárdi siker. A gólszerző Fernandez Radis Nikol a felcsútak részéről, a szekszárdok részéről pedig Marosi Julianna, Patocskai Rita és Karlovec Éva volt. Ez pedig már a nap 10. mérkőzés, a felcsút 1 Bicskei TC női labdarúgó mérkőzés. Erre a mérkőzésre mindkét együttes 4-4 ponttal érkezett, hiszen a felcsútnak volt egy 2-1-es veresége, 2-2-es döntetlen és egy 4-1-es veresége, a Bicskének pedig 1-0-ás győzelem, 1-0-ás vereség és egy 0-0-ás döntetlen, így tehát ennek a mérkőzésnek is óriási volt a tétje, hiszen mindkét csapat csak győzelem esetén kerülhet oda a dobogó valamelyik fokára. Mindkét csapat nagyon fegyelmezetten játszott és törekedtek valamennyien a győzelemre. Igaz, a felcsútiaknak 4 lőtt gólja van, a Bicskének viszont csak egyetlen egy, de viszont a Bicskelyek csak egyetlen egy gólt kaptak, tehát jó a védelmük, gyenge a csatásuk, majd meglátjuk, mi lesz ezen a mérkőzésen, tudnak-e gólt szerezni vagy sem. Az biztos, hogy a felcsút egy kapusa remekül védett ezen a találkozón, de jelesen vizsgázott Berkesz Barbar is mutatja a képsorok, mutatják a képsorok is, hogy nagyon jól védett Barbara, a Bicskei kapu védője. Tiszta fehérben a felcsútiak játszanak, kéksárgában a Bicskeiek, és itt egy remek védés a felcsúti kapus Major Domonika részéről. Ő egyébként védésével joggal pályázik a torna legjobb kapusára. Na kérem, nézzük, itt egy szabad rúgáshoz jut a felcsút gárdája, amit el is puskáztak. Apostagi és Valencsik keresztez a kitörő támadóval szemben, Valencsik hozzáért a csatárhoz, Nagy Rita közben hasba rúgta, szabad rúgás a felcsútiak javára. A szabad rúgás megpattan egy kicsit a védőkön, a sorfalon, és itt van a nap talán legszebb gólja, hiszen Balázs Krisztina remek sarkozással veszi be Berkesz Barbara kapuját, és utána jöhet a gyors elemzés, hiszen Berkesz kérdezi Valencsik Melindát, hogy mit csinált ott. Ehhez hozzá tartozik, hogy természetesen a kapus, a Bicskei kapusa nem állt a gólvonalon, egy kicsit kiabált, és ez nagyon elég volt Balázs Krisztinának, hogy besarkozza a labdát a Bicskei kapujába, és ez volt a mérkőzés utolsó perce, utolsó másodperce, én az Újszentiváni szurkolók. Tehát győzött a felcsút Bicske találkozón az előbbi csapat 1-0 arányban Balázs Krisztina találatával. Ez pedig már tárnok KSK szekszárd mérkőzés. Mindkét csapat 3 mérkőzésen van túl, a szekszárdiak egyelőre 100%-osak, hiszen 2-1-es, 1-0-as és egy 3-1-es győzelmük van. Ugyanakkor a tárnokiaknak van egy 1-0-as vereségük, 1-0-as győzelmük és egy 4-1-es sikerük, tehát 4 pontosak. Eddig a szekszárdiak 9 pontosak, és mindkét csapatnak győzni kell ahhoz, hogy az első helyet megszerezzék. Ez talán a nap a csúcsrangadója, hiszen itt a bajnoki címérző kupa elnyerése a cél a két együttes részéről. Nagyon jól játszott, nagy iramot diktált mindkét csapat. Gólt azonban egyelőre nem látunk, helyzetek vannak, lövések vannak, de egyelőre nem bír egymással a két csapat.
bal oldalon remekül forgatja be védőjét Patocska Rita, és jobbábos lövése pedig épp, hogy mellé száll. Itt a másik oldalon pedig jön Pap Lívia, Viola kapura lövése centiméterekkel került el a Szekszárdia kapuját. Tehát mindkét oldalon adottak helyzetek, mint azt láthatjuk, de gólt egyik csapat sem tud szerezni egyelőre. Itt a mérkőzés végén még látunk egy-két kapura lövést, de most már mondhatom múlt időben, hogy gólt nem született, és így a Tárnok Szekszárd 0-0-val ért véget, és itt a mérkőzés olyan rosszul mondtam, de a Tárnok pontjainak a számát, hiszen két győzelem után nem 4, hanem 6 pontja volt, és most szerzett egyet, így lett 7 pontja. A Szekszárdiaknak pedig 9 volt, és szereztek meg egyet, így lett 10. Tehát az utolsó körben fog eldőlni, hogy ki lesz az első, második vagy a harmadik, és ez pedig már a negyedik körutolsó mérkőzése az Újszent Iván és a Felcsút 2 csapatai között. Sötét kékben a Felcsút 2 játszik, piros felsőben pedig az Újszent Iváni lányok. A körmérkőzés formában megrendezett mérkőzéseken az utolsó előtti körben járunk, és annak is az utolsó találkozóján az Újszent Iván Felcsút mérkőzésen. Az Újszent Ivániak mérlege 1-2-es vereség, 2 döntetlen, tehát 2 szerzett pontja van Újszent Ivánnak, a Felcsútnak viszont van 3 pontja, úgyhogy egy győzelem, egy vereség és még egy vereség, tehát 2 vereség a mérleg, de e mérkőzés előtt még minden csapat eséllyel pályázik, úgy az első, mint a második, harmadik helyre, tehát lehet azt mondani, hogy minden csapatnak az utolsó kör előtt még esélye van a dobogóra kerülésre. Itt van a mérkőzés forduló pontja, hiszen 0-0-nál büntetőhöz jutnak az Újszent Ivániak, hiszen Fernandez Radic Nikol kilőtte valósággal az Újszent Iváni csatát, és így büntető, amelyhez Terhes Tímől készül, és Terhes Tími be is lövi csapatának a vezető gólt, és ezzel Terhes Tíminek már összesen 3 gólja van. Tehát ezzel a büntetővel vezetnek az Újszent Ivániak 1-0 arányban. Újból a piros mezesek támadnak és szorongatott helyzetben mellé, illetve fölé lőtték ezt a labdát. Itt pedig egy esernyő csel Timának, hiszen Terhes Tini nagyon ügyesen átverte védőjét, és jobban kilövi a rövid sarkot. Ott a kapus és a kapufa között éppen annyi hely volt, hogy a labda beférjen a felcsúti a kapujába. Fantasztikus gól Terhes Tinitől, ez már a nap negyedik gólja önála, hiszen itt ezen a mérkőzésen és a másodikat szerezte, egy újabb Újszent Iváni támadás, és megvan a nap bomba gólja, amelyet Terhes Tini lő, mintegy 16 méterről veszi be a felcsúti a kapuját. Fantasztikus nagy gólt lő Terhes Tini, aki ezen a mérkőzésen harmadik találatát ért el, a nap folyamán pedig már 5 gólnál jár, és nagyon nagy esélye van a gólkirályi cím megnyerésére, és még a szépség királynő választáson is nagy eséllyel indul a gólkirály jelölt, hiszen a Felcsúti sportcsarnokba belátogató férfi nézők szavazhattak a torna legszebb nőjére, amelynek a végeredményét megtudhatják majd az ünnepés eredmény hirdetés alkalmából. Patocskai Rita, Szekszárdiát 7-es számú játékos, a szabálytalankodik hátul, hiszen ott hagyta a lábát, de viszont a támadásban is jeleskedik Patocskai, hiszen szöglethez jutnak a Szekszárdiak bal oldalon, és bal oldalról visszatett labdát, nagyon jól teszi maga elé, és jobbal meglövi a labdát, amely utat talál az a felcsúti a kapujában. Major Dominika sajnos tehetetlen ezzel a lövéssel szemben, és nem tudja kivédeni Patocskai lövését. Ezzel a góllal megvan a vezető góljuk a Szekszárdiaknak. Igaz, Patocskai nem először talál be a felcsúti a hálójába, hiszen előző körben a felcsút 2-nek is betalált egyszer. Tehát ezen a mérkőzésen 1-0 arányban vezet a Szekszárd együttes a Patocskai találatával. A gól után Szabó Lajos, a felcsútiak edzője adta ki az ukázt, hogy gyerünk támadni lányok, tegyünk meg mindent azért, tegyetek meg mindent azért, hogy újabb, illetve kiegyenlítsetek, gólt szerezzetek. Ennek érdekében meg is tettek mindent a felcsúti lányok, hiszen körbe bombázzák a Szekszárdiak kapuját, lövés követ. Innen lehet látni, hogy beszorítják a Szekszárdiakat, szinte egy kapuznak a felcsútiak.
de gólt nem sikerül rúgni, mert remekül védett szekszárdi kapuvédő. Ujjabb támadás, tudodapadt a garda, az ígyszerek sorozata a felcsúcsolat részéről, de gól egyelőre nincs Vincéjék részéről. Egy újabb felcsúti lövés, amely épp, hogy mellé száll, de le a kalappal a felcsúti lányok előtt, hiszen szinte egy kapuznak. Itt pedig a felcsúti a kapu védője, Major Dominika, aki nagyon nagy eséllyel pályázik a torna legjobb kapusa címére, hiszen remekül lőtt. Itt egy ritka ellentámadás a szekszárdiak részéről. Marosi óriási gólhelyzetben mellé lövi a labdát. Nagyon nagy lehetőség volt a szekszárdi játékos előtt. Itt egy újabb gólhelyzet a másik oldalon, de Vince lövésében nincs erő. Itt egy bal oldalon Patocskai megy el, és bal lábas kemény lövése a hosszú sarok mellett hagyja a játékteret. Összefoglalóinkban lehet látni, hogy itt is, ott is adódtak helyzetek, tehát mindkét kapu egyformán forgott veszélyben. El kell mondanom, itt amíg önök nézik a helyzeteket, hogy a rendezők az összefoglónk végén, ünnepés díjátadás keretében díjazni fogják a torna legjobb kapusát, a gól királynőjét, a szépség királynőnek külön díjat fognak átadni, és külön díjazzák a csapatok legjobb játékosait. Itt Marosi Juliannát látjuk, miután elcsodálkozik azon, hogy ott az egyik védő mélyre hajolva próbálta elfélni előle a labdát. No kérem, egy kidobás után Patocskai mellé maga elé teszi, és jobban megtűzi a labdát, amely nem sokkal ment mellé. Patocskai fantasztikus passza Karlovesznek, és Karlovesz döntő pillanatban elcsúszik. Óriási gólhelyzetben volt Karlovesz Éva, aki megszerezhette volna a nap harmadik találatát. Itt pedig, ugye, a második gólját. De se baj, hiszen nem bánkódik sem Patocskai, sem Karlovesz, mert a Rita gólja győzelmet jelentette, és egyben a torna megnyerését, hiszen a hátralévő két mérkőzés eredményétől függetlenül már megnyerték a tornát. Itt pedig a felcsút és a felcsút 2 és a Bicskei TC játszik egymás ellen. Kék-sárgában a bicskeiek, sötét-kékben a felcsútiak játszanak, és amennyiben győz a Bicske, úgy harmadik, veresége esetén utolsó, döntetlen esetén pedig vagy a negyedik, vagy az ötödik, ez az utolsó mérkőzéstől függ majd. Előbb Enyedi Anett veszélyeztetett, majd jön Váradi Ágnes, aki zavarja a kapust, és utána Nagy Rita Enyedihez, Enyedi jobbra mozog, és jobbal a kapusa mellett rúgja el a labdát. Itt egy Viszlara kerül meg Valencsik Melindát, a mező legfiatalabb játékos, a Lara épp, hogy mellé rúgta a lasztit. Nagyon nagy helyzetben volt a fiatal, ügyes, tehetséges játékos. A Lara papájáról azért annyit tudjanak a kedves tévénézők, hogy a Bicskei TC 60-70-es évek egyik legjobb védőjátékosa volt itt Bicskén. Itt meg újabb helyzet a felcsutiak előtt. Persze csak helyzet lenne, hogyha nem szabálytalankodna a német Meggyi, a Bicskei védő. Itt meg egy szabadugás, amely bizony csak centiméterekkel került el a Bicskei kapot, hiszen szemmel kinyomta a lasztit Berkez Barbara, a Bicskei kapuvédő. Itt pedig Váradi Ágnes lövését hárította Székely Vivien. A mérkőzés utolsó percében járunk, amikor a felcsútiak óriási nyomás alatt tartják a Bicskei kaput. Sorozatban jönnek, támadnak, lőnek. Fantasztikus, hogy mennyire akarnak győzni. Győzni is kellene nekik ahhoz, hogy negyediken végezzenek, mert vereség esetén, utolsó döntetlen esetén pedig maradnak ott az ötödik helyen. Tehát ők minden áron le akarják győzni a Bicskei csapatot, hogy megelőzzék őket, hiszen, mint már mondottam, győzelem esetén negyedik helyet meg tudják szerezni, de már vége a mérkőzésnek, így tehát döntetlennel maradtak az ötödik helyen a felcsútiak, negyedik helyen pedig maradt a Bicske együttese. És akkor következik a nap utolsó találkozója, az Újszent Iván tárnok. Itt az a kérdés, hogy ki lesz a második, illetve ki lesz a harmadik helyzet a tornán. Az utolsó mérkőzés is óriási küzdelmet hozott, és felszabadult játékot, mert egyik csapatot sem veszélyeztette az, hogy nem kerül a dobogóra. Mindkét csapat győzelemre játszott. Hőd Gábor mérkőzés előtti taktikai megbeszélésén
kérte a játékosait, hogyha már eljöttünk ilyen messziről, akkor legalább szerezzétek meg a második helyet. Most fiatal U17 éves csapat tagjai megfogadták tanácsát, és Talhas Tamara góljával egy színvonalas, nagyiramú mérkőzésen legyőzték a szintén jól játszó Tárnok együttesét. Engedjék meg, hogy műsorunk végéhez közeledve egy kis statisztikával szolgáljak. 28-ból esett ezen a tornán, 10 csapat nem lőtt gólt, de 10 csapat nem kapott gólt. A torna legjobb mérkőzései a Felcsút 1-20 Iván 2-2-re végződött találkozó, a Tárnok Felcsút 1-4-1-es eredménnyel végződött mérkőzés, a Szekszárd Felcsút 1 szintén 4 gól született a mérkőzés, amelyen 3-1-re nyertek a Szekszárdot, és még jó mérkőzés volt az Újszent Iván Felcsút 2, hiszen a 3-0 arányban győzött a Újszent Iván csapatom. Magas színvonalú játékot hozott még a Szekszárd Újszent Iván, a Tárnok Szekszárd, a Felcsút Szekszárd és az Újszent Iván Tárnok mérkőzés, de valamennyi mérkőzés, amelyen mindössze egy gól döntött vagy döntetlen lett, azok mind-mind izgalmasak voltak. Most pedig kérem, hallgassuk meg az ünnepés díjátadást, amelyen Szabó Lajos, Nagy György és Olli Attila, a versenybizottság tagjai adják át a díjakat. Rendezőbizottság nevében nagyon megköszönöm, hogy itt voltatok, és pozitív játékba járultatok hozzá a mai torna sikeres megrendezéséhez. Nagyszerű játékot láttunk, szép gólokat, szép lányokat, és minden szép volt a mai napon, hiszen remélem, hogy nem sérült meg senki, mert ez a legfontosabb, hogy ma balesetmentesen zajlott a tornánk. Kezdjük a díjátadást a torna legjobb kapusával. Nagyon nehéz volt a döntés, hiszen mindenki jó védett, minden csapatnak a kapusa kiváló teljesítményt nyújtott, és ilyenkor nagyon nehéz eldönteni, hogy ki volt a jobb. Jó, mindenki jó, de egy kicsit kivagasztott a mezőnybe, és a torna legjobb kapusa lett Székely Vivien! A gólkirály címért is nagyon nagy verseny volt. Kigászi küzdelem, mondhatnánk azt. Terhes Tibi! És akkor a csapatok legjobbjai. Felcső 2 csapatáló Tima Ágnes! Becsődött csapatából Vince Magi! Újszent Iván csapatából Tóth Noémi! A Bicskei Bölgyakunk csapatából Berkez Barbara! És a Szexár csapatából Grézita! Na, a Tárnok csapatából a csapat a legjobb játékosa lett, Gál Henrietta! Nem ismered el, hogy nem viszed el? Vagy nem viszed el? Hát nem. Gratulálok, barátom. És akkor most még a szépség királynő. Kevés szavazat. 2016 a Bicske Kupa szépség királynője lett. Félre kezdődik. Pop Livia!
Lévi, fordulj erre! Az átvételű majd készíteni, és így jó, majd... Várjál, álljunk már meg ide középre! Ugye, és Lajos, gyere ide, légy szépen! Gyere már ide! Tessék, mutasd el, mutasd el a serleget! Jó? Világvéket! Jó, sikerült! Már nem mondom, meg is tényleg! Engedjétek meg, hogy aki ma reggel óta itt dolgozik, és sokan cirkáltak a mai napon, annak egy nagyobb, egy elismerő érmét, egy aranyérmét. Az pedig a mérkőzések játékvezetője, aki fáradhatatlanul reggel óta egy kis csike, kis picike, kis hibáktól, de köszönjük szépen a munkát, Görcs Attilának! Elmaradt a puszi! Kapsznak rá! Ott van neki! Akkor a torna végeredménye! Mindenki azt tudja, aki csak lehet. Torna végeredménye! 6. helyen végzett, felcsút 1, 4 ponttal. Kapsziáliba! 5. Ott nevettem. 5. helyen felcsút 2, szintén 4 ponttal. Egy más felett eredménye jobb volt. 4. helyen végzett Bicske 5 ponttal, és akkor a dologó legalsó fokára lépett, és akkor a díjat vegy át, és a serleget a Tárnok KSK Csaba. Igen, ez a testőt is, hogy összetek egész igen. Hosszátok szét, most ezüstérmes lett az új Szent Iván csapata. Zsófi! De ezért ez nagy teljesítmény volt a új Szent Ivántól is, meg a másik csapattól, aki több mint 200 kilométerre összetok hozzánk megtisztett, egy kicsit több, igen. Ha oda vissza négy hívat korban, 500 kilométerre. De hát, hogy megtiszteltek bennünket, és elhódították a dobogónak a nagy részét, hiszen első helyen lett, és a tornát teljesen megérdemelte, nyerte a Szexár csapat! És akkor a bajnok csapatban és a helyzetnek ők kérem szépen, ne menjetek el, egy csapatképet, hogy csináljunk, jó? Mert a 20-60 pont dolgon rajta lesz mindenket a csapatban. Köszönöm, hogy köszönöm a biztosatok, legközelebb már a Bicskei lapotunk találkozunk. Műsorunk végéhez közeledve, összefoglalva a látottakat, megállapítható az a tény, hogy a Bicske Kupa 2016 női labdarúgó torna jól szolgálta a női labdarúgás népszerűsítését, mert minden mérkőzés az utolsó pillanatig nyílt volt. Minden csapat kihozta magából a maximumot, és az 5x20 percben minden játékos kifuthatta, kijátszhatta magát, élvezhették a lányok a teremjátékok adta lehetőség közül a teremfocit. A rendezők igyekeztek meglepetéssel szolgálni a gyérszámú férfi nézőknek, hogy az első alkalommal a torna részvői közül szavazatuk begyűjtésével megválasztották a torna legszebb hölgyét, és Pep Lívia Viola személyében igen csinos hölgy került kiválasztásra. A rendezők itt mondanak köszönetet minden résztvevő csapatnak, hogy sportszerű játékkal járultak hozzá a torna sikeres megrendezéséhez. Sportműsorunk szerkesztői pedig gratulálnak a szép lányoknak, hogy a magas színvonalú játékukkal kedveskedtek műsorunk összeállításához. Műsorunk végén engedjék meg, hogy a képen látható Bicske Kupa 2016 női terem labdarúgó torna győztes csapatának a Szexárd együttesért az összeállítását elmondjam. Patocskai Rita, Karlovec Éva, Horváth Csenge, Marosi Julianna, Grió Zita, Lovász Kiki, Marosi Ildikó és Sós Petra. A csapat edzője, aki bal szélén, Horváth György. Kedves tévénézőktől búcsúzunk azzal, hogy nagyon bízunk abban, hogy összeállításunk mindannyiuknak tetszett.